Köszöntöm Önöket, ez már itt a Weekend második része. Az Európai Bizottság által kezdeményezett és a Magyar Turisztikai Ügynökség által végrehajtott Éden programban első helyezést ért el a középkori templomok útja. Ennek kapcsán vendégünk Demeter Zsuzsa, projektmenedzser, a Szabolcs-Szatmár Beregmegyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség non-profit Kft. Színeiben tulajdonképpen. Hát kedves Zsuzsa, ez egy szeptemberi azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szép elismerés, de hát gondolom, hogy jó pár hónappal, vagy akár évekkel ezelőtt indult ez a kezdeményezés, hiszen ugye már gyakorlatilag évek óta munkálkodtok, gyakorlatilag ezt tette föl, azt hiszem, a koronát erre a tevékenységre. Mennyire lehetett sejteni, hogy ilyen fantasztikus lesz ez a program? Most mondhatnám azt is, hogy én valahol éreztem, hogy ennek meg kell történnie, de már csak akkor, amikor a pályázatra jelentkeztünk. Valahogy megérett a helyzet arra, hogy most már igazán a nagyvilág is kis túlzással tudjon rólunk, mert szisztematikusan építkeztünk. Én ebben a folyamatban csak az utóbbi 3 évben vettem részt, azt megelőzően inkább a pályázatok és a pályázatokhoz kapcsolódó események zajlottak, mondjuk úgy, hogy a falak között. Nyilván voltak nyilvános események, ahol lehetett erről tudni, de igazából a nagy közönség felé, a mindennapi emberek felé azt hiszem, hogy akkor nyitottunk, amikor elkezdtük az örökségtúrákat szervezni a templom útra, a középkori templomok útjára. És ez egy nagyon népszerű program volt, hiszen rengetegen csatlakoztak hozzá. Készült erről valamiféle statisztika, hogy hányan járták végig ezeket a túraútvonalakat? Mindig megkérdezik tőlem a kollégák is, hogy akkor pontosan mennyien, és össze is lehetne számolgatni, de én ezt soha nem teszem meg, Isten igazából, mert nagyon, tehát nem ezt tartom a legfontosabbnak, de tényleg az egynapos túráinkon van, amikor 80 fő részt vesz, vagy volt ilyen alkalom a többnaposakra, pedig nyilván kevesebben jönnek 25-en, 30-an, 20-an, mikor, hogy sikerül, mert egy kerékpáros csapatot nem könnyű kordában tartani, és hát fontos, hogy mindenkire figyeljünk. Tehát ott 50 embert nem is igazán tudnánk koordinálni, mondjuk ha kerékpárral indulunk el, már pedig mi az elmúlt időszakban, az elmúlt 3 évben kerékpáros túrákat csináltunk. Közben itt a nézők láthatnak, azt gondolom, hogy szemet gyönyörködtető felvételeket, valóban a nyerekben ülnek azok, akik egyrészt az egészségüket is őrzik, másrészt pedig az identitásukat is, és hát gyönyörű, valóban megyei látványosságokat látunk mi is most a képernyőn, éppen a görögkatolikus templomot. Csegöldön, igen. Magáról erről a pályázatról, illetve ennek az elbírálásáról mesélj egy picit. Minek kellett megfelelni? Az alcíme ennek a tematikának, vagy ennek a pályázatnak az volt, hogy Magyarország legígéretesebb úti célját keresték. Tehát nem olyat, amelyik már befutott, amelyik már százával látogatott, mert az igazsághoz hozzátartozik, hogy megosztott első díjat kaptunk, de az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy Pécs már másodszorra vette át ezt a díjat, és az is elhangzott ezen a díjátadón, hogy mi képviseljük Brüsszelben a Felső-Tisza-vidéket, tehát hogy mi vagyunk a győztesek, mi kapunk meg minden ehhez kapcsolódó lehetőséget. Tudom, most itt ugye éppen egy görögkatolikus templomot láttunk, de egyébként, hogyha jók az információim, akkor a tiszántúli református egyházkerület püspöke és Deák Attila, az egyházkerület idegenforgalmi referense mutatta be ezt a pályázatot, mert hogy ez is ugye kitétel volt, hogy nem csak le kellett írni, hanem mindezt ugye egy előadás keretében be is kellett mutatni. Igen, arra készültünk, igen, hogy 10 percünk lesz arra, hogy bemutatkozzunk. Hát ez nagyon szoros idő a mi számunkra, mert szeretünk beszélni. Szeretünk arról beszélni, ami körbevet bennünket az elmúlt időszakban. És hát a püspök urat azért kértük fel, mert zömmel ugye református templomokról beszélünk. És úgy gondoltuk, hogy a reformáció 500 éves évfordulóján ez valahogy egy kicsit még nyomalatban. És aztán pedig Attila volt az, aki összefoglalta, és valóban sikerült neki nem túllépni nagyon az időt, mert hogy
ő az, aki szisztematikusan építgette, gondolkodott azon, hogy hogyan lehetne egyik pályázatot a másik után, egyik eseményt a másik után rendezni, szervezni, mert ugye nem csak arról van szó, hogy templomokat újítottak föl ezekből a pályázati pénzekből, hanem látogatóbarát fejlesztéseket rendezgettek a templomokba. Ez furcsán hangzik, de digitális eszközök kerültek be a kisebb templomokba is. És mindig, amikor valahol elakadtunk, akkor jött egy újabb feladat, hogy merre felé kellene nyitni, és akkor így jöttek például az örökség órák. Amikor azt mondtuk, hogy a sport és kultúra szerelmesei oké, hogy eljönnek, bicikliznek egy jót, és egyébként érdeklik őket a templomok is, de hát vannak fiatalok, vannak gyerekek, akiket meg kellene szólítanunk. És ugye így indultunk el mondjuk az iskolák felé. Megint csak azt mondom, hogy évről évre, hónapról hónapra megkerestünk egy-egy középiskolát, és egy órát tartottunk. És elmondtuk, bemutattuk, hogy lám, ez van körülöttünk, ismerjétek meg. Idegenül hangozhat egy gyerek számára, meg egy kicsit ugye el is fordulhat ettől, hogy templomok, hát hol kíváncsi egy gyerek ma a templomokra, tisztelet a kivételnek. Ezért nekünk az a dolgunk, hogy eladhatóvá tegyük a tematikus utat, és akkor nem csak templomokat nézünk meg egy-egy csomag révén, hanem a természeti látnivalókat, az irodalmi örökségünket, a kastélyokat, a felújított kúriákat, mert hogy ezekből is van jó néhány. Gyakorlatilag ugye évek óta dolgoztok, most viszont talán a jövő évben már el lehet kezdeni figyelni azt, hogy mi is lesz ennek a díjnak a hozadéka. Mire számítotok? Hát feladatra, azt gondolom, hogy feladatra megfelelési vágy van bennünk, mert hogy kikerülünk az európai köztudatba. Az Éden pályázat abban segít, hogy marketinget ad, és ugye nem hazai, nem csak hazai viszonylatban, hanem európai viszonylatban. És hát ennek egyik folyamánya, bár megelőztük, mondjuk ezt el is hoztam nektek, egy angol nyelvű kiadvány, amelyet talán ismernek a nézők már korábbról, magyar nyelven nyilván osztogatjuk, és ahol csak lehet, megmutatjuk. Szóval angol nyelven kértek be tőlünk anyagokat, amely azt jelenti, hogy honlapokon, kiadványokon és egyéb fórumokon ott lesz a templomút, mint a Magyarország legígéretesebb úticélja és mint kiváló európai destináció. Tehát te van magad hányszor pattantál nyerekbe? Majdnem minden alkalommal, és azért furcsa ez, mert el szoktam mondani, hogy én egy ilyen anti-sportoló vagyok, tehát soha nem mozogtam, nem volt szabad, és így meg is ijedtem a feladattól, de vittek a többiek, és gond nélkül letekerem a 200x kilométert 3-4 napon át, és nagyon jó. Ami meg a legjobb benne, hogy a kisfiamat sikerült magammal rántani, és ő ott akar lenni az elsők között a bolyban, én meg ugye a végén szoktam kullagni, de meg vagyok, tehát nagyon, nagyon nagy élmény. Sokkal nagyobb élmény, mint mondjuk busszal egyik helyszíntől a másikig menni, nekem legalábbis. Hát azt gondolom, hogy ettől jobb reklám nem is kell, sem a tevékenységnek, sem pedig ennek az elismerésnek, hiszen mindenki lehet, és valóban így lehet átadni ezeket az értékeket a gyermekeink számára is. Még egy dolog jutott eszembe, talán nem válaszoltam teljes mértékben, hogy a díj odaítélésénél az is fontos volt, hogy ugye egy több apró vonzerőt kapcsolunk össze, és átmegyünk a határon túlra. Tehát itt Pácium és Kárpátalja benne van a mi úti céljaink között. Ezt is értékelte a zsűri, hogy mi ilyen sokfelé figyelünk. Köszönjük szépen, és kívánunk nagyon sok sikert a további munkátokhoz. Köszönjük szépen. A világhírű Chicago című musical olvasó próbái kezdődtek el nemrégiben a nyíregyházi Móri Zsigmond Színházban. A darabot először 1975-ben mutatták be New Yorkban, majd számos teátrum is műsorára tűzte, valamint meg is filmesítették az 1920-as évek romlott amerikai világát. Nyíregyházán először 2018. január 20-án láthatja majd a közönség. Estébe! Yeah.
Így kezdődtek a világhírű musical a Chicago olvasópróbái a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. Az 1975-ös New Yorki bemutató után sorban dolgozták fel a teátrumok a darabot a világ számos pontján. 2002-ben a filmes változata is óriási sikert aratott Renée Zellweger és Catherine Zeta-Jones főszereplésével. 2003-ban 3 Golden Globe-díjat és 6 Oscar-díjat is nyert a film. Szőcs Artúr rendező elérkezettnek látta az időt, hogy a nyíregyházi közönség is megismerje az 1920-as évek Amerikáját. Az igazgató úr felkért engem, hogy egy zenés darabot rendezzek, és én ezt tulajdonképpen a musicalek királynőjének tartom. És miután tudtam, ma nem is volt még itt, azt gondoltam, hogy itt van az ideje, hogy ezt bemutassuk. Nekem ez egy kedves emlék, valamikor régen, amikor készültem felvételizni az egyetemre, akkoriban pont a Kuti Patriciáik akkor voltak végzősek, ezt a musicalt játszották az Audrey színpadon, és emlékszem, sokat láttam azt az előadást, aztán később is még sokat külföldön is. A musical nem csak a rendező számára különleges, a színészekhez is közel áll a karakterük. Kosik Anita az egyik főszereplőt, Velmát alakítja majd, aki a történet elején egy ismert, befutott sztár. A Chicago az olyan, mint a mám, konkrétan a Velma, úgyhogy nekem írták volna, hogy tessék, itt van a kedvenc zenei stílusod, itt van, lehet ebben topzódni, jönni, menni, énekelni, ilyesmi. Ő maga, az, hogy egy gyilkos, kettős gyilkos, az viszonylag távol áll tőlem, de majd túlteszem magam rajta. Még miért izgalmas? Hát ez egy igazi nagyon-nagyon nagy musical. Tehát egy nagy. Úgyhogy élőzene lesz, ha minden igaz, amit rettentően szeretek. Szeretek élő emberekkel próbálni, mert az egész, hogy mondjam, tehát abban más, nem olyan kiszámítható, ami elméletileg rossznak kéne, hogy legyen, de nem az, mert együtt vagyunk, és ha együtt vagyunk, akkor sokkal többet ad, mint hogyha egy géppel hadakoznál nap, mint nap. A másik főszereplő Roxy szerepét az Örkény Színház fiatal művésze Zsigmond Emőke alakítja majd. Számára a stílus és a társulat is új, ami igazi kihívás elé állítja a színésznőt. Azonban az általa játszott karakterben ő is megtalálta a személyiségéhez legjobban illő vonásokat. Az a fajta ambiciózus törekvés azért, hogy az ember az életben valamit elérjen, az szerintem mindenkiben benne dübörög, hogy valamit el tudjon érni, hogy figyeljenek rá. Ez mindenki szeretné, hogy figyeljenek rá. A tánckar és a zenészek lassan 2 hónapja próbálnak. Az évad legnagyobb produkcióját 2018. január 20-án láthatja először a nyíregyházi közönség. Adásunk végén egy picit bohóckodunk, össze is öltöztünk Csordás Anikóval, aki önkéntességéről fog nekünk hamarosan beszámolni. Szia, Anikó! Pirosban, mégpedig egy picit azt gondolom, hogy ilyen kis magyaros bohóc vagy ezekkel a színekkel. Itt az adás előtt említetted, hogy nem véletlen, hogy pont ezekbe a színekbe öltöztél, mert a gyerekek bizonyos színeket nem kedvelnek. Na, hogy is van ez? Igen, a tapasztalatom az volt, főleg kisebb korban, olyan 3-4 éves korig, hogyha nagyon túlszínesben öltözik egy bohóc, akkor sokan félnek, illetve a bohóc orrot sem nagyon szeretik, éppen ezért csak az arcfestés változatát választottam. És egyáltalán hogy kezdtél bohóckodni? Hát ezt a szakmámból kifolyólag igazából játszóházban dolgozok, és szerettem lufit hajtogatni, arcot festeni, és így alakult. Most viszont egy nagyon szép és nemes dolgot cselekszel. Egyrészt a beteg gyerekeket látogatod meg, és próbálod őket egy picit jobb kedvre deríteni. Másrészt pedig így karácsony táján önkéntesként egyfajta adománygyűjtést is szervezel, hogyha jók az információim. Na, akkor ezt a dolgot tegyük tisztába, vagy legalábbis meséld el, hogy mi is volt a kezdeti elképzelésed, hogy szeretnéd ezt a karácsonyt. Igazából már most 3. éve megyek a Jós András Kórházba karácsony első napján,
Eddig voltak játékaink és kabaláink elegendő mennyiségben a két évben, viszont idénre már nem maradt, és így az adománygyűjtéssel azért szeretném, mert tapasztalatom alapján nem csak betegek, de elég szegényebb réteg is tartózkodott a kórházban, és így arra gondoltam, hogy ha elegendő adomány összegyűlne, akkor nem csak pont be a kórház épületébe vinnénk be, hanem személyeknek is adnánk. És közben pedig minden személynek hajtogatnék lufi figurát, illetve mesélnénk, verselnénk és énekelnénk. Hogy fogadnak egyébként a gyerekek? Hát igazából ez változó. Valaki először megijed, aztán olyankor először nem beszélgetünk, csak hajtjuk a lufit közösen, ez nagyon jó bevált módszer. A nagyobbakkal tavaly évben, meg tavaly előtt is az volt a tapasztalat, hogy akik egy kórteremben többen voltak, akkor csoportokban énekeltünk. És hogy gondoltad, tehát milyen módon lehet ezeket az adományokat hozzád eljuttatni? Hát az adománygyűjtő pontunk az a Buratino Báb Színház lenne. Az ők jó voltából és felajánlásokból ki fogunk helyezni oda egy kosarat, és akkor oda lehet bevinni hétköznaponként, illetve hétvégén is nagy időben, tehát időben általában olyan 8 óra, 9 óra magasságtól ott vannak, és olyan délután 4 óráig. Vagy pedig itt a Bújtos utcán a Tiszta Forrás étterem parkolójába. És mégis mire gondoltok? Könyvekre, játékokra, esetleg ruhaneműkre is, vagy ha mondjuk valaki nem rendelkezik ilyesmivel, de mégis szeretne segíteni, akár mondjuk pénzt is adhat, és ebből megvásároljátok azt, amire szükség van a kórházban? Hát én arra gondoltam, hogy nagyon szeretem az ásványkarkötőket, és én arra gondoltam, hogy aki felírja a nevét a táskára, akkor az a végén kisorsolnánk, és akkor karácsonyi ajándéknak a jó cselekedettel rendelkező közül ezt ki, tehát akkor azt adnánk. Gyakorlatilag te is szeretnél valamit adni azoknak, akik felajánlják. Igen. Én úgy tudom, hogy azért ez az önkéntesség, ez egy nagyon érdekes dolog, vagy egy igazándiból egy pici fájdalomból született, de mégis úgy gondolom, hogy ma már azért boldogan tudod elmesélni, hogy hogyan is adtad a fejed erre a fajta önkéntességre. Igen. Tehát van egy kislányom, aki 4 éves, és annak idején nagyon nehéz volt vele a terhességem, sajnos nem volt jó neki a köldögzsinórja. És én abban az évben megígértem, hogy valamilyen úton módon én jót szeretnék tenni azért cserébe, hogy egészségesen a világra jöhet. S hál' Istennek, ma már utolérte magát a súlyban is, illetve semmilyen problémája nincs szerencsére. Úgyhogy abban az évben én arra gondoltam, hogy minden évben, ameddig csak tudok, elmegyek, és karácsonykor, amikor a legnagyobb szüksége van a gyerekeknek, illetve a családoknak a támogatásra, akkor egy kicsit megpróbálom őket jobb kedvre deríteni. Egyébként én úgy tudom, hogy akár évközben is van arra lehetőség, hogyha valaki mondjuk nagyon szépen tud olvasni, vagy jól tud mesét mondani, akkor önkéntes alapon megkeresheti a Nyíregyházi József András gyermekkórház gyerekosztályát, vagy a rehabilitációs osztályt, és ott mesélhet azoknak a gyerekeknek, akik éppen mondjuk a szüleik nélkül kénytelenek ott gyógyulni, úgyhogy, de talán ilyenkor karácsonykor többen határoznak úgy. Hát reméljük, hogy sok olyan önkéntes van, aki az életében nem történt semmi szomorúság, tragédia, csak úgy érzi, hogy annyi sok szeretet van a szívébe, hogy tud ebből adni. Nos, Anikó, hát akkor azt hiszem, hogy most még van időnk bőven, tehát aki úgy ítéli meg, hogy ő is szeretne ennek a nagyon szép dolognak a részese lenni, akár egy ásványkarkötő gazdája majd karácsony körül, akkor az kereshet titeket, tehát a Buratino Színházban és a Tiszta Forrás étterem. Mert én annak a környékén lakom, és akkor ott át tudom menni személyesen. Hát köszönjük szépen, kívánunk neked boldog karácsonyt, és reméljük, hogy sok csillogó szemű kisgyerek lesz majd a te társaságodban. Én is köszönöm szépen. Mi pedig folytatjuk, több mint 50 vers részlet és Petőfi levelezés hallható a Móri Zsigmond Színház Aranymetszés című darabjában. Ennek sajtónyilvános próbáján járt stábunk. A Rák Zoltán által rendezett előadásban számos vers, élőzenei kíséretet kapott, amivel a rendező szeretné Arany János műveit közelebb hozni a fiatalabb generáció számára is. A művésztúdió legújabb darabja egyfajta tisztelgés a 200 éve született költő előtt. Három díjkás földje után a közlegedő, mint sebes tűz a kezében munka úgy van.
Az Aranymetszés című előadást a Móricz Zsigmond Színház kiváló színésze Rák Zoltán alkotta meg a Művész Stúdió színpadán. Mindenki emlékezetében ott él egy-egy aranyidézet, azonban a rendező számára más miatt is fontos a darab. Nagy Szalontán születtem, akárcsak Arany János, és valahogy a neveltetésben ez úgy részemmé vált mindennapjainká, tényleg óvodában, kisiskolában, tehát Arany János és a költészet az hangolta az egész gyermekkoromat, és akkor talán így. Azt éreztem most, hogy 200 éve született Arany János, hogy ez egy misszió a részemről, igenis adóznom kell felé. Megcsókolja szüleinek kezét, búcsúzik örökre. Nem használ a beszéd, anyja szépen kéri. Ugyan hová mennél, hol állnál az úton, mit innál, mit ennél, ne menj el galambom, ne menj el virágom, ki lesz akkor az én kedves kis leányom? Ha te engem itt hagysz, ugyan hova legyek? Gondolál, rossz lány, azért is elmegyek. Nagyon sok vers, meg sem tudnám mondani, hogy hány verse hangzik föl. Több mint egy éves munkafolyamat volt az, hogy azért is Aranymetszés a címe, mert kiválogattam rengeteg verset, és akkor ezekből hangoznak föl részletek. Egy-egy vers van, ami teljes egészében elhangzik, csak nagyon kevés. Inkább úgy állítottuk össze, hogy mint egy dialógus, mint egy párbeszédet a versek alapján. Tehát rengeteg vers, legalább 50, nagyon sok, és plusz levelezései, meg mindenféle írományai. Az én szerepemről azt lehet tudni, hogy Arany Jánost én testesítem meg. Persze a többiekkel együtt, tehát ők is Arany János szöveget és verseket mondanak, kivéve a Gulácsi Tamást, aki néha Petőfi Sándortól is idéz, de nagy részt én vagyok Arany János. Pregicer Fruzsina és Dési Darinka is idéz a nagyszalontai költőtől a darabban. A szöveg kialakításában a színház irodalmi munkatársa Karádi Zsolt segített. A darabot úgy alkották meg, hogy ne csak az idősebb arany rajongók élvezzék. Arany János, hogyha úgy lehetne fogalmazni, tehát ő a költészet atya, ezt már hallottam, ezt a mondani valót, mert ő volt a legterjedelmesebb költőnk, és eléggé átfogja a magyarságot mindenféle tekintetben, mivel ő aránylag a többi költőhöz képest elég sokáig élt, hál' Istennek. Fiataloknak kifejezetten szerettünk volna kedvezni ezzel, pontosan azért, mert minden fiatalban az a tudat él, hogy Arany János, egy bácsika szöveggyűjteményben ott van, időskép mindig, és akkor unjuk, utáljuk, toldit kell tanulni, balladákat kell tanulni, érettségizni kell, és pont ezért gondoltuk azt, hogy egy picit a humorosabb részei felől is megközelítjük, meg olyan versei és olyan munkái felől, amit nem igazán ismerhetnek, például az a Petőfi levelezések, ami szintén nagyon izgalmas. Sok verset meg is zenésítettek. Az így született dalok között van funky és rock is, ezzel még közelebbivé téve a fiatalok számára az előadást. Most hadd ne is már késő, egy nyugalom vár a végső, mert hogy szálljon bár kalitja már kinyitva, rabmadár is szeget szárnya. Még egy pár jelenet, és a függöny alá forr. A lámpa kialszik, taps és fütty elhal. Kedves nézők, köszönjük, hogy velünk tartottak. Ezen a hétvégén már meggyújthatjuk az adventi koszorunkon a harmadik gyertyát. Én most itt ezt meg is teszem. Kívánunk Önöknek nagyon kellemes pihenést, jó feltöltődést, és várjuk Önöket a jövő hétvégén és itt a Weekendben viszontlátásra.